Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Zemplén Televízió hírműsorát a hírhetet látják augusztus 30-án, hétfő este 19 órakor. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Kozinczy Ferenc halálának 190. évfordulójára emlékeztek Széphalomban. Tankerületi szinten szeptember 1-én több mint 4300 diákkal kezdődik meg a 2021-2022-es tanév. Emlékkövet állítottak Damjanovics József zempléni főesperes emlékére. Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeuma kertjében emlékeztek meg Kazinczy Ferenc halálának 190. évfordulójáról. Az ünnepség keretében a jelenlévő koszorúkat helyeztek el a nyelvújító sírjára, melyet tiszteletüket fejezték ki. Kazinczy Ferenc örökségét a Magyar Nyelv Múzeuma őrzi, és ezzel a megemlékezéssel idézték fel mindazt, ami Sátoraljaújhelyhez és Széphalomhoz köti. Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Kazinczy Ferenc halálának 190. évfordulójáról Széphalomban. A Magyar Nyelv Múzeumának kertjében a sírt kertben koszorúzást tartottak a nyelvújító tiszteletére. A múzeum igazgatója Nyíri Péter megemlékező beszédében kiemelte Kazinczy életének legjelentősebb pillanatait, hiszen Széphalom nem csak emlékét, hanem örökségét is őrzi a nyelvújítónak. Talán annál jobban nem kell megemlékezni Kazinczyról, és annál hálásabb nem lehet az utókor, mint hogy létrehozott egy olyan múzeumot, amelyben 10 000-ek jönnek el, és az ide látogatók nagy száma diák, úgyhogy Kazinczy egykori lakóhelye, birtoka él, és tele van fiatalokkal. Ez nagyon jó reménység a jövőre nézve. És aztán pedig mögöttem látható már, hogy egy régi festményen szereplő keresztet rekonstruáltunk, illetőleg készítettünk el, mert ebben a fő sírhelyben nem csak Kazinczy Ferenc nyugszik, hanem elsőszülött leánya, a Fizsinek becézett Ifigénia, valamint felesége, Török Szofi. És a két hölgy római katolikus vallású volt, a kislánya feleség után római katolikus vallású volt, és ezért helyeztek el annak idején is a sírba egy keresztet, mi ezt a keresztet most újra elhelyeztük ide. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere elmondta, hogy fontosnak tartja ezeket a megemlékezéseket, hiszen Kazinczy tettei öröksége nem felejthetőek el. Kazinczy Ferenc egy olyan történelmi személyiség volt, író, költő és nyelvújító, elsősorban ezt tudjuk róla, aki az utókor szempontjából egy felejthetetlen ember, hiszen a magyar nyelv, amelyet ma a 21. században beszélünk, hogy egyáltalán beszélhető állapotban van, az jó részt neki és segítőinek köszönhető, és nekünk pedig egy óriási lehetőség, hiszen itt élünk. Új helyben, itt élünk Széphalomban, itt az emlékcsarnok, itt van a sírja a családnak, Kazinczy Ferencnek is, és kötelességünk is, hogy megemlékezzünk mind a születése, mind a halála évfordulójáról. Ezt a kis kegyeleti megemlékezést most a Magyar Nyelv Múzeum, a Nyíri Péter igazgató szervezésében ezért tehettük meg. Kazinczy egy olyan örökséget hagyott hátra, amely tiszteletre méltó. Ennek megtartását nem csak a múzeum, hanem Sátoraljaújhely városa is célul tűzte ki. A levéltár, ahol Kazinczy Ferenc is néhány éven keresztül dolgozott, az még mindig attól nevezetes, hogy az ő munkahelye is volt valameddig. Hogy ugye már legendás, hogy gyalog járt be Széphalomból dolgozni, hiszen akkor sem volt egy köztisztviselő nagy fizetésű, tehát nem mindig tehette meg, hogy szekéren, lovaskocsival, vagy konflissal, vagy intóval jöjjön be. A másik pedig, hogy a város, az önkormányzat és egyáltalán a Kazinczy társaság, mert hiszen ilyen is van, és ez önmagában egy élő emlékezet is maga a társaság, kezdeményezésére megépültett a Magyar Nyelv Múzeuma, amely az ország, a megyének mindenképpen talán a leglátogatottabb múzeuma ezen a területen hosszú-hosszú ideje. A megemlékezés után a vendégeket Nyíri Péter igazgató körbe vezette a felújított Kazinczy kerten, és elmondta, hogy miért is volt fontos a kert fejlesztése. A Sárospataki Tankerületi Központ 4 járásban, 27 intézményi székhelyen és mintegy 53 feladatellátási helyen 4355 diákkal kezdi majd meg a 2021-2022-es tanévet szeptember 1-én. Közülük mintegy 694 kisgyermek első osztályos lesz ettől a naptól, mondta híradónknak Donkó József, tankerületi igazgató. Hozzátette, hogy a legfontosabb cél ebben az évben is az, hogy megnyugtató körülmények között minden lehetséges egészségügyi és technikai feltétel mellett biztosítsák a zavartalan oktatást.
Ebben a tanévben is a Gönci, a Cigándi, a Sátoraljaújhelyi és a Sárospataki járások területét lefedve végzi tevékenységét a Sárospataki Tankerületi Központ. Több mint 600 pedagógus oktatja majd szeptember 1-től ismét jelenléti oktatásban a diákokat. Legalábbis ez a terv az új tanévkezdés idején, amelyhez minden feltételt igyekezett megteremteni a tankerület, mondta Donkó József. Az igazgató azt is kiemelte, több mint 4300 fiatal ül vissza az iskolapadba, közel 700-an pedig első osztályosok lesznek. Minden intézményünk felkészült a szeptemberi tanévkezdésre. Nyilván ez a megfelelő karbantartási munkák a nyáron végrehajtásra kerültek, az utolsó simítások folynak egy-egy intézményben, úgyhogy gyakorlatilag mindenki startra kész. A tankönyvek kiszállítása határidőben megtörtént. Egy központi pályázatnak köszönhetően valamennyi hátrányos helyzetű tanulónk mind a négy járás területén tanszercsomagban részesül, csak úgy, mint az előző években már. Most még nagyobb létszámban részesülnek tanszercsomagban, és az idén is a Sárospataki Tankerületi Központ saját forrásból segíti az elsősöket a betűzsákkal. A Sárospataki Tankerületi Központ igazgatója abban bízik, hogy ez a tanév már a megszokott keretek között zajlik. Hozzátette, a továbbiakban is valamennyi intézményt ellátták azokkal a szükséges eszközökkel, amelyekkel hatékonyabban védekezhetnek a COVID ellen a dolgozók és a gyerekek. Így például továbbra is lesz mindenhol kézfertőtlenítő. Én azt gondolom, hogy talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy az egészség, ez az elsődleges a gyerekeinknél, a dolgozóknál, a családtagoknál is, nyilván az egész ország vonatkozásában ez az elsődleges, és hát természetesen a jó szakmai munka, amelyhez én azt gondolom, hogy a feltételek adottak. Évek óta gyűlő, felhalmozódó tapasztalat, ez természetesen mindig segíti a munkánkat. Én azt gondolom, hogy az intézményvezetői gárdánk is köszönhetően a több éves intézményvezetői tapasztalatnak, múltnak egyre gyakorlottabb, egyre felkészültebb, és hát az összhang a fenntartóval azt gondolom, hogy teljesen rendben van. A Sárospataki Tankerületi Központ szinte valamennyi intézményében szeptember 1-én, azaz szerda reggel ünnepélyes tanévnyitóval veszi kezdetét a 2021-2022-es tanév. 2020. novemberében Damjanovics József zempléni főesperes halála mélyen megrázta a híveket. Már ekkor megfogalmazódott bennük, hogy valamivel megemlékeznek munkásságáról, közösségépítő szerepéről. Adománygyűjtésbe fogtak, hogy emlékkövet állíthassanak a 25 évet szolgáló főesperes emlékére. Az emlékkövet a hétvégén avatták fel ünnepélyes keretek között. Mély fájdalommal búcsúztak el a hívek tavaly novemberben Damjanovics József zempléni főesperestől. Halála megrendítette az egyházközösséget, ezért is szerettek volna megemlékezni a 25 évet Sátraújhelyen szolgáló főesperesről. Az erre szervezett adománygyűjtés célba ért, és egy emlékkövet helyeztek el a Sátraújhelyi görögkatolikus templom kertjében. Amikor tavaly novemberben Damjanovics József főesperes úr sajnos elhunyt, akkor fogalmazódott meg az egyházközségi tagokban, hogy mivel 25 éve itt szolgált, és nagyon sok mindent tett a közösségért és a városért is, ezért egy valamilyen módon szeretnénk neki emléket állítani, és ez az ötlet fogalmazódott meg, hogy itt a templomkertben egy emlékkövet állítatunk neki. Erre ugye gyűjtést is szerveztünk, és a mai napra lett teljesen kész ez az emlékkő, és most ezen a napon, ami egyben az egyházközségünknek egy ilyen kis családi napja is, nyitó eseményként lesz most ennek a kőnek, az emlékkőnek a megáldása. Az emlékkő ötlete először Szajkó Gábor fejében fordult meg, aki nem titlenkedett, és szinte azonnal belekezdett az adománygyűjtés szervezésébe. Mi, akik szerencsések voltunk, és 25 évig itt élt közöttünk, még szerencsésebbek voltunk, és úgy gondoltuk, hogy egy ilyen szolgálatkész embernek, lelki pásztornak, akinél a görög katolikusság volt a családján kívül, azt hiszem, hogy a legelső, és emellett még mint magyar emberként is kiváló magyar ember volt, hiszen számtalan nemzetünnepünkön szónokolt városi rendezvényeken. Ebből kifőleg úgy gondolta az egyházközség, hogy méltó emléket állít ennek a kiváló néhai papunknak, Damjanovics József parókus úrnak.
elhatároztuk, megszületett a döntés, elkezdtünk gyűjteni, és hát egy egész komoly összeget sikerült összegyűjtenünk, amiből ez a szép emlékmű a mai nap megvalósulhatott, illetve felszentelésre kerülhetett. Koleszár Nándorni, a Sétrőjűhelyi Görög Katolikus Egyház Közösség világi elnöke is támogatta ezt a kezdeményezést. Számára fontos volt, hogy emellé álljon, hiszen így megköszönhetik azt a 25 évet, melyet Damjanovics József főesperes az egyházközség szolgálatában töltött. Azt hiszem, hogy az én életemben még nem volt ilyen, hogy egy egyházközségben 25 évig szolgált volna egy parókus. És mint ahogy elmondtam a mondandómban is, hogy közvetlensége, az emberekhez való hozzáállása, a jó, a kedves humora, tehát hogy ez mindez, meg az, ahogy a szentmiséket végezte, és ahogy a prédikációit mindig úgy mondta, hogy mindenki érthesse, tanuljon belőle világosan, tisztán. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a hosszú 25 év, ez megérdemli, hogy ezt megadjuk neki. Az emlékkövet egy családi nap keretein belül avatták fel a görögkatolikus templom kertjében. Sátoraljaújhelyben is nagy szerepe van a véradásnak. Egy véradó akár három ember életét is megmentheti. A Magyar Vöröskereszt Zempléni Területi Szervezet rendszeresen tart véradást. A legutóbbi eseményen több visszatérő véradó is megjelent, de örülnek nem csak a rendszeres véradóknak, hanem az újaknak is. A következő sátoraljaújhelyi véradást szeptember 23-án rendezik meg a Művelődési Központban. A zempléni terület még mindig kiemelkedő víradás szempontjából, azonban egyre kevesebben adnak vért, melynek számos oka van, mondta Repeini Bodnár Zsófia, a víradások koordinátora. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, egy víradó akár három ilyen betegnek is segíthet. Az előző évekhez képest egy csökkenés tapasztalható, ami részben összefügg azzal, hogy az embereknek a korfája idősödik, hiszen 65 éves korig lehet valaki véradó, és amilyen ütemben öregszik a idősödik a korfa, olyan ütemben nem jönnek az új véradók. Az egészségünk se olyan jó, mint esetleg régebben volt, és a fiatalok pedig külföldön keresnek maguknak boldogulást, őket viszont a magyarországi vérellátás biztos, hogy elveszíti, illetve egyre több vírusra is kiszűrünk. Ezeknek az együttes hatása következtében beszélhetünk arról, hogy egy csökkenés a véradók táborában megtapasztalható. A maszk viseléseit kötelező, hiszen a kitelepült víradóhely hivatalosan a víradás idejére egészségügyi intézménynek számít. 18-tól 65 éves korig lehet valaki víradó, 50 kiló súlyt el kell érni. Hogyha megérkeznek a víradóink, akkor egy regisztráció után és egy kérdőív kitöltése után orvosi vizsgálat következik, és amennyiben a orvosi vizsgálatnak az eredményei engedik, hogy vért adjanak, 7-8 perc alatt 4,5 deciliter vért tudnak leadni a véradóink, ezzel akár három ember életét is meg tudják menteni. A vér hosszú utat jár be, mire a rászoruló beteg megkaphatja, és a vírushelyzetre való tekintettel most több vírusra is tesztelik a vért. A Sátoraljaújhelyi Vértranszfúziós Osztály vérbegyűjtő hely, tehát levesszük a vért, Debrecenből jönnek a OVS-től, a vértranszfúzió szolgálattól, elviszik a vért, Debrecenbe bevizsgálják mindenféle vírusra, hiszen csak a kórokozótól mentes vér használható fel, és az elosztása a kórházak felé pedig onnan Debrecenből koordinálják. Aki Sétrőjűhelyen szeretne vért adni, az legközelebb szeptember 23-án teheti meg a Művelődési Központban. 8 év kihagyása után ismét több tízezren voltak kíváncsiak a Kecskeméten megrendezett repülőnap és haditechnikai bemutató program sorozatára. Zemplénből is többek indultak útnak, hogy részesei legyenek a Magyar Honvédség és számos külföldi ország által színesített eseménynek. Két nap alatt több mint 100 000-en csodálhatták meg a vadászgépek, helikopterek, harckocsik bemutatóját, és ismerhették meg többek között az új hazai csúcs technológiákat is.
Az igazi nagy ágyuk a Magyar Honvédség gripenjei, de egy brazil szállítógép is a levegőbe emelkedett a hétvégén annak a látványos programsorozatnak a keretében, amelyet Kecskeméten rendeztek. 15 ország közel 35 különböző géptípussal színesítette a kétnapos eseményt, amelyre a repülés a haditechnika iránt érdeklődőknek 8 évet kellett várniuk. Az ünnepélyes megnyitón Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem csak méltatta az esemény jelentőségét, hanem egy bejelentést is tett. Új katonai szolgálati formát indítunk el szeptember 15-től az önkéntes katonai szolgálatot, hanem az is meglepetés, hogy akik erre a szolgálatra jelentkeznek, mielőtt katonai pályára indulnának, vagy a civil életben egyetemre készülnek, felsőfokú tanulmányaikat szeretnék megszerezni. Szeptember 15-től induló önkéntes katonai szolgálat esetén ők, ezek a fiatalok felvételi pluszpontot szerezhetnek. Ez egy éves szolgálat után akár 64 többletpontot is jelenthet, tette hozzá a miniszter. Ezt követően kezdődtek meg a bemutatók földön és a levegőben. Kiemelt figyelem kísérte természetesen a Magyar Honvédség légierejének programját, ahol a gripenek mellett a helikopterek is bőven adtak izgalomra okot. Ez egy olyan program, akit mindenki nagyon vár, nem csak a látogatók, hanem a bázison dolgozók, sőt az egész Magyar Honvédség nagyon várja, hiszen ez egy olyan alkalom, ahol tömegesen meg tudnak jelenni az állampolgárok, ahogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mit is dolgozunk, közel tudjuk engedni magunkhoz az állampolgárokat. Itt más, mint egy általános kiképzés, ugyanis itt nem a gépnek azokat a rendszerét használjuk, amit nap mint nap ugye a kiképzési repüléseink során, hanem egy külön programmal készülünk, ami igazából a nézők számára van. És ez egy kicsit mást igényem. Jó érzés, és igazából mi nagyon fontos, hogy nagyon jó tapasztalat, ugyanis mindenki hozza a saját tapasztalatát külföldről, mi is meg tudjuk osztani velük, és ezáltal még többet tudunk hazatérni akár egy másik gyakorlatról. A rendezvény keretében a statikus soron és a hangárokban további haditechnikai eszközöket is megismerhettek a látogatók, akár testközelből is. A régi korok vasmadarai pedig ezúttal is jól megfértek a legújabb vívmányokat magukba foglaló technikai újdonságokkal. Nézzük is főbb híreinket még egyszer. Kazinczy Ferenc halálának 190. évfordulójára emlékeztek Széphalomban. Tankerületi szinten szeptember 1-én több mint 4300 diákkal kezdődik meg a 2021-2022-es tanév. Emlékkövet állítottak Damjanovics József szempléni főesperes emlékére. Köszönjük, hogy velünk tartottak, legfrissebb hírekkel holnap este 19 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!